tömegek látogattak ki kispiacra a vására vasárnap. Kicsik és nagyok, férfiak és nők egyaránt megtalálták a számukra kedvező dolgot, tárgyat, amit csak kerestek. A vásárlók, illetve az eladók Vajdaság több településéről érkeztek. Nagy Ferenc továbbvitte azt, amit még a nagyszülei elkezdtek. A család rongypokrócokat készít. Abban bízik, hogy hamarosan visszatér az élet a normális kerékvágásba, és a sok kiadásuk mellett bevételük is lesz. Nagyon örülünk annak, hogy most már meg van engedve, hogy lehet vásár. Örülünk neki, hogy egy kicsit kimozdulnak az emberek is. Van egy kis vásárló erő is, úgy néz ki, és akkor mi ezt a hagyományápolást csináljuk, rongypokrócokat, valamit, amikor még öreganyánk, öregapánk csinálta, és mi eztet folytassuk a hagyomány, mivel hogy hagyományápolók vagyunk. Onyin Branislav először jött el a híres kispiaci vásárra. Bio sam u Kanjiži, ali ovde je ipak veći vásár nego u Kanjiži, onda to sam došao da vidim šta ima i da pazarimo nešto. A koronavírus járvány előtt a vásárt minden hónap utolsó vasárnapján, december és január kivételével tartották meg a faluban. A szervezők bizakodóak a jövőre nézve, remélik, hogy a közeljövőben visszatér az igazi vásárhangulat, még több eladóval és vásárlóval. Az idén a második alkalommal sikerült megszerveznünk a vásárt, az előző hónapban piacnak nevezett vásárként, most pedig rendesen, hivatalosan vásárnak. A kilátogatottság, a helyeknek nagy része előre rezerválva van, azok közül egy 170 helyre el is jöttek, azok, akik fönntartják a helyüket, és azon fölül még egy 100 árus körülbelül, aki csak most megjelent és jött a portékájával. Aki a sok nézelődésben megéhezett, a helyszínen malacpecsenyét és más rostélyos finomságokat is tudott vásárolni, de az édes szájúak is kedvükre válogathattak a cukrászok kínálatából.